Az országban elsőként a Salgótarjáni Bolyai János gimnáziumban kapták meg a 9. évfolyamos diákok azokat az Európai Unió helyreállítási alapjából vásárolt notebookokat, amelyeket felmenő rendszerben 2025 végéig minden felsőtagozatos és középiskolás tanuló megkap majd az oktatás digitalizációja érdekében. Az eszközöket rendhagyó szülői értekezlet keretében vehették át február 15-én késő délután az érintett diákok szülei. A Bolyaiban most 108 notebook került. Az esemény alkalmából az intézményben tartott sajtótájékoztatót Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, aki a magyarországi oktatás digitalizációjának zászlós hajójaként emlegette ezt a mostani projektet. Amikor az Európai Unióval elindultak a tárgyalások arról, hogy az EU-nak az újjáépítési alapjából milyen erőforrásokat, milyen célokra használjunk fel, akkor világos volt, hogy a digitalizációs célkitűzésben, ugye 8 nagy célkitűzése van az Unió újjáépítés alapjának, a digitalizációs célkitűzésben az oktatás digitalizációját prioritásként kezeljük, ennek megfelelő döntések születtek, és Magyarország kormánya mintegy 200 milliárd forint forrásnak az oktatás köznevelés digitalizáció érdekében való felhasználásáról született döntése. Ebből a mintegy 200 milliárd forintnyi uniós forrásból összesen 615 ezer notebookot szerez be a kormány a következő években. 55 ezeret pedagógusok kapnak, még felmenő rendszerben összesen 560 ezer diák jut majd hozzá az eszközökhöz. Minden évben az aktuális 5. és 9. évfolyamosok kapnak majd belőlük. A mostani első körben március végéig 120 ezer eszközt juttatnak el a pedagógusoknak, a 9. évfolyamos diákoknak, valamint az iskolákba tantermi használatra, de a tervek szerint még az idén megkapják az 5.-6. osztályosok is a notebookokat. Nógrád megyébe a következő napokban összesen 730 tanulói, mintegy 400 pedagógusi, valamint 124 tantermi eszköz érkezik. Maruzsa Zoltán elmondta, az eszközök állami tulajdonban maradnak, a felhasználók csak használatba kapják azokat, de érettségi után akkori értékükön meg is vásárolhatják majd őket. A sajtóeseményen részt vett Becsó Zsolt országgyűlési képviselő is, aki többek között arról beszélt, jelképes, hogy Nógrád megye egyik legjobb gimnáziuma kapja meg elsőként az eszközöket. Reméli, hogy ez a figyelem a kormány részéről megmarad a térség irányába a jövőben is.